Sziasztok emberek, én Lövök, és ebben a videóban scrapmechanikozni fogunk, mint láthatjátok. Tudom, rég nem volt videó, de most nagyjából megpróbáltam megoldani. Így rögtönöztem egy kicsit. Hát úgy rögtönöztem, hogy itt a gamer barra most eléggé nagy felújítások alatt áll. És hát most így összedobtam egy ilyen master-szerűséget, és akkor most ezen tudok így videót felvenni nektek. Mert ki lesz festve az egész gamer barlang, ugyanis penészes, mint állat, de ki lesz festve, és akkor utána tök jó be lesz rendezve, és igen. Szóval azért van most egy ilyen kis rögtönzött videó, azért legyen valami, meg most itt már 5 perce, vagy több mint 5 perce csiszekedek azzal, hogy nem volt hang az OBS-en, vagyis érzékelt, hogy volt hang, csak nem vette rá, tehát hogy nem tudom, valami baj volt, mindegy. De most már visszanéztem a felvételeket, és jó, elméletileg, szóval szuper. És akkor már csak várunk arra, hogy betöltsön a map. Mindjárt jövök. Jöttem. És ebben a videóban meg szeretném mutatni nektek az építményeimet. Ezt fognak kellett volna elraknom, mindegy. Tehát, hogy most meg szeretném mutatni, hogy milyen építményeim vannak. Nem ezt. Ezt. Na. Szóval. Ja, igen. Kezdjük is az elsővel. Így. Hát ez volt szerintem az első komolyabb járművem, a legjobb nevű, és szó szerint legjobb már az a neve, hogy legjobb. Szóval ez a járgány, és annyit kéne, hogy ezt kibontjuk innen is, meg innen is. Ja, jó, elcsesztem, mindegy. Akkor azt most leszedjük. Jó, szóval így működik, sehogy még. Egyes az a világítás, hogy elől-hátul. Kettessel be tudja húzni magát, valamis a kerekeit meg kitolni, tud kanyarodni. Négy, vagyis háromhoz kitolja, és a négy ötös kilopunkciájúval. Ötös, az pedig az ilyen rakétaszerűség. Hatos, azt tolta volna ki a pisztont, és a hátashoz lőtt volna. Szóval igen, ez a legjobb nevű verpánya. A következő az... Ez nem az, ez még egy bengáli lesz majd, még így el lesz mentve, itt egy IC-kocsi. Most próbáltam a legéletűbben megcsinálni, hát itt hátul nem annyira sikerült, de oldalról szerintem a régebbi IC-kocsikhoz eléggé hasonlít.
Itt lehet ezen az oldalon bekapcsolni a zárfényeit. Igen, ez nincs lefestve. Nem direkt, ez így el lett felejtve. Aztán bejövünk, akkor itt fogadnak minket az ajtók. Ezek XOR-esek, azt hiszem, és két oldalról nyithatóak, ez itt nem tudom, micsoda, ne kérdezzétek. Itt van asztalos rész, itt vannak végig lámpák, és olyan fényes lesz, hogyha felkapcsolom, hogy így ennyire, tehát hogy csillog gyakorlatilag. Aztán, ugye itt is van zárfénye, itt is fel lehet kapcsolni. Illetve itt láthattok egy kapcsolót, ezzel be tudom fogni az összes ajtót egyszerre. Szóval ez volt a visszakocsi. Másik építményem egy Tátra C5K2-es. Ugye ezek azok, amik Budapesten is járnak. A 61-esen, 59, azt hiszem 59, ahogy van ilyen, meg nem, 56-a, meg 59-b, azok a nők járnak. Így oldottam meg az ajtaját, hogy, hogy itt három box széles, itt csak kettő, de hát így, amennyire tudtam, amennyire megcsináltam. Kívülről így néz ki, itt van a hátulja, illetve itt van az eleje, amit láthatjátok. Az ütköző vagy a kapcsoló ütközői tudnak mozogni, ott van az áramszedője. Én nem szoktam ahhoz folyamodni, amit zonda használ, hogy lentre rejtem be a motorokat, meg ilyeneket. Tehát én vagy nyilvánosra, tehát az a lényeg, hogy nálam mindig lehet látni, hogy hol vannak a, hol az elektronikája, csillogikája. Itt be lehet jönni. Itt van egy jó kis rugós szék, és akkor itt van igazából bent az egész rendszer, amit láthatjátok, itt vannak a motorok is, akkor ide leülünk, egyessel tudunk előre menni, kettessel balra kanyarodunk, hármassal jobbra, négyes az a elől ez, itt elől a fehér fény, hátul a vörös, ötös az itt a vörös, és ugye hátul továbbra semmi. Hatos az ez az ajtó, hetes ez az ajtó, nyolcas az így az ilyen záróhang, ott látjátok, hogy már ez világítnak is a világítanak a lámpák, kilences az az áramszedő, és akkor egyessel megindulunk. Helyre van nullás, amivel tudunk hátulni, csak hogy lehet, hogy jobban járnánk oda. Aha, várj, belevágolt az ütköző. Na jó, tehát pedig kapcsolom mindegy. És el is felejtettem mondani, hogy van leszállás jelző az összes székbe bekötve. Ennek alapul egy ilyen rendszere van amúgy, ugye innen jön minden, mint mondtam. És hátul ott, ja, meg a rácsokat is próbáltam megcsinálni, hátul úgy van megcsinálva, hogy ott van csomó kapcsoló, amik be vannak kötve a székekbe, és hogyha azt megnyomjuk a kapcsolót, akkor ott elkezd világítani a kék fény, ami a leszállás jelző. Csoljuk. Na, összeves. Azt mondjuk, hogy ez. Na, honnan. Ez nem az. Régén építettem már egyet, én így. Ez az. Következő építményem egy M62-es Sergei. Így megépítjük. Ugye, hat tengelyes. Így néz ki. Nagyjából szerintem ez jobban hasonlít, mint a Tátra, az igazi Tátrára.
itt látható a festése, majd itt is lesz melegfény. És ebben annyi a különbség, tudom, itt a legtöbb járművemnél Zondához fogom hasonlítani, ez azért lesz, mert ő az egyik ilyen scrapmárkos, akit szoktam nézni. Szóval itt annyi különbség van Zondához képest, hogy itt mindkét vezető állásból lehet irányítani a járműveket. Járművet. Na, a hátsóból is lehet irányítani, meg a felsőből is. Itt van a ventilátor fönt. Becsukjuk, ez itt ilyen világítás. Így. Szóval, oké világítás. De az esetleg. Így ezt meg kéne nyomni. Ilyenkor elkezdenek pörögni itt a menetszabályzó benne, illetve hát ez egy ilyen kisebb végkar akart lenni, de az nem annyira sikerült. Itt van ugye az ismétlőjelzője mozdulnak benne. Ez majd a menetfény lesz, azt hiszem. Itt is akkor ez kitolódott. Ugye elfény, be tudunk szállni. Egyes ugye visszahúz. Kettessel balra. Hármassal jobbra kanyarodunk. Négyes az itt a belső világítás. Aztán is az a kurt. Hatossal előre indulunk. Hetes ez a menetfény. És akkor itt megyünk, és ahogy megy, közben láthatjátok, hogy megy a... Nem mondjuk, hogy napot. És akkor itt a menetfény a pontom, és akkor közben megy ez is. Na jó, hát én ezt nem hiszem, akkor van, hogy megkaptam. Na mindegy, és akkor megmutatom, hogy lehet vezetni, vagy irányítani a másik fülkéből is. Bekapcsoljuk. Átslisszolunk. Ja, és ugye azt mondtam, hogy nekem itt van a motortérben minden, minden dolog itt van nekem. Azt hiszem, hogy pont ez megy bele, mert ez elektromos, igen. És amúgy dízellel megy. Még a szíli is, pedig az ugye alapból egy szilícium egyenirányítós mozdony, de itt még az is vele megy, mindegy. Belső világítást felkapcsoljuk, és akkor 2-es, 3-as itt is a kormány, 4-es ez a kormány, Isten, ötös az a kabinvilágítás, itt 6-osról itt is előre kell tudnunk menni. Megindult. 7-es melegfény. 8-os meg már nincs. És akkor itt lehetett tudjon menni. És tudunk visszaállni is oda. Jó, szóval ez lesz volna az M62-es. Következő építmény. Hát itt lett egy külön futómű, ezt használtam a Szergőinél, mint futóművet, illetve ezt használtam a Szilinél, mint futóművet. Hát akkor menjünk elsőnek a vasúti járműveken, illetve a... Tehát a nem gumikerekeken guruló járművekhez. Ugye láthatjátok, hogy ez a Szili gyakorlatilag mechanikára teljesen ugyanolyan, mint a Szergály, ugyanis elsőnek a Szilit megépítettem, és aztán annyit cseréltem csak rajta, amikor a Szergályt építettem, hogy a Szili bázit megcsináltam, és akkor a tetőre raktam szellőzőket, ventilátort, áthegeztettem egy három tengelyes futóművet mindkét végére, és átfestettem, szóval csak ennyi különbség van. Ebből is ítélendő, hogy motorikusan teljesen ugyanúgy működik. Egyes az, hogy itt is visszahúz. Kettes az a menetfény, és itt ugye fel emelkedik hozzá az áramszedő is. Hármas, négyessel tudunk kanyarodni. Ötös kürt. Hatos kabinvilágítás. És a hetessel tudom menni. Szóval gyakorlatilag ennyi a Szili,
Mondom, ezzel nem kell nagyon mit bemutatni, mert Szergénynél már bemutattam. Következő jármű legyen a szöcske. Ezt, hogyha nem muszáj, akkor inkább nem mutatnám meg úgy, hogy leveszem, mert ez kicsit laggol. Szóval ez a V46-os szöcske. Így néz ki. Akkor megnézzük. Nem is annyira laggol, szóval így néz ki a V46-os szöcske. Itt szili futóműveket kapott, mert ugye ennek is négy tengelye van összesen. Szóval a szili futóművét megkapta kicsi átalakítással, itt próbáltam kicsit dizájnolni rajta. Kapott tartályokat, ugyanis túl sok volt a hely, elől megkapta ezt a csíkozott festést, meredfényes, stb. Másik oldalon ugyanez látható, középen van a fülkéje. Ugye alapból is középen van a fülkéje. Felugrunk itt az ajtó, hát ez így, mivel ugye ez egy elég magas jármű, ezért itt meg tudtam mondani, hogy nem nyílós ajtaja van, mert az nem fért volna el, hanem itt tolódós. És akkor így kell menni. Jól tudom, akkor ez az ajtó. Igen. Hűrt. Itt a melegszabályzója, ez általában másik oldalon van, de most ide került. Aztán ez a szék, nem ez nem a szék, ez a szék. Ez azért van pisztonokkal megoldva, mert amikor kiszállunk, akkor belebagolna. Ahogy feljön a szék, megindul itt a melegszabályzó, és egyes, az ugye visszaéreszkedik. Hármas, áramszedő, négyes, arra menetfény. Ebből következtetően gyanítom, hogy az ötös, hatos az a kormányzás, irányítás, hetessel hátra megyünk, hatossal leülőre, kilences kört, és a nullás az így a kabinirányítás. Nincs másik irányba van az fénye. De van. De. Négyes volt az, mindegy. Rosszor, igen, itt a négyes a menetfény. És akkor azt mondtam, hogy egyesen le kell ereszkedni, és úgy tudunk, hogy kiszállni, ugyanis belebaggolnánk a járműbe, és ez nem lenne kellemes. Motorikusan így néz ki. Ez még viszonylag átláthatóbb. És ugye itt is két csapágyat kapott egy kerék, mivel így tud két irányba menni. És akkor itt vannak a motorok, stb. Stb. Feladott a V46-os szöcske. Következzen a bengáli. Ezt tényleg nem fogom megépíteni, ugyanis már megépítettem. Ezt tényleg nem fogom leszedni a liftre, ugyanis ez brutálisan szagot. Nézzétek. Így. Csak ennyire. Szóval ezt ezért is nem szedem a liftről. Így néz ki a bengáli. És úgy közülje. Na, ez szerintem még hasonlít is rá. Hát itt dumot enteres tábla van. Ugye alapból itt egy N betű van, de olyan nincsen táblába, szóval itt egy dumot enteres táblát. Ez is mindkét fülkéjéből irányítható lenne. De nem az, menetfényjel működik itt, és áramszedője van. Szerintem megcsinálhatjuk azt is, hogy így leszedjük ezt róla. Na, nem, ezt szedjük le róla. Így tett, hogy ez az egyik fele a bengálinak. Ezt így kiszedjük. Mondom, kiszedjük. És akkor is így már is kicsit nem annyira szaggat a másik fele a bengálinak. Ugye itt is volt benne csapát, hogy így is tudjon mozogni a két külön kocsirész. Belülről már főleg nem csináltam meg, ugyanis az teljes kész káoszt okozott volna. Itt van a
Fülke. Ja, hogy is itt már alapban világít, úgy látszik ez. Tehát, hogy azért úgy látszik, hogy van baj. Olyan is pár kapcsolóra lehet szükség lett volna, mindegy. Ijjaj! Fú. Ezt lehet elcsesztem. Rossz fülkét választottam le. Igen, valószínűleg ez van. Ugyanis nem, ebből is lehetett irányítani, de nem ez volt a fő irányító fülkéje. Jó, szóval ez így... Szíves. Megépítjük újra. Jó, és akkor... Ezt leszedjük róla. Így. Szóval akkor megmondta, hogy ilyen bengálunk. Ugorjál már föl bele. Ah, Istenem. Mi van? Tehát, hogy az ajtónyitó az meg a másik oldalán volt. Vagy, igen. Így. Ezt kiszedjük. És akkor jövünk. Itt elméletileg. Igen, itt már működik az irányítás. Hármasra arra mennénk. Négyes az erre. Ötös az itt a menetfény, ez a vörös lámpa az ugye még a másik irányból megmaradt, ugyanis ott volt a kapcsolója. Képállások. Hatos, ez az oldali ajtó. Hetes, másik oldali. Nyolcas az semmi. Kilences. Az itt az ajtó nyitó, és akkor másik irányt menjünk is. Hát kicsit lobb, mint láthatjátok, de legalább megy. Szóval ez volt a bengáli. Következő jármű legyen például az MK45-ös. Ami így néz ki. Hát itt is törekedtem arra, hogy jó legyen, hogy hasonlítson rá. Itt is szilifutó műveket használtam, ugyanis ez volt a leghasonlóbb szerintem. 1-es, 2-es az irányítás, 3-as a lerőre, 4-es a hátra, 9-es az asszal pont, hogy az ajtó, 5-es a kürt, 7-es az erre a menetfény, 6-os az arra a menetfény, és azért nem világított lent, mert ez az olató fény az 5-ös, és ez mindkét irányú az olató, és ehhez lehet még hozzá kapcsolni a menetfényeket, 4-esre pedig megy. Szóval ez az MK45-ös, ennyit tud. Így néz ki a kábelezése, ez nem egy bonyolult út. Tehát így nem egy nagyon nagy gurulót kell elképzelni, látni. Több guruló, több nem gumigerekekön guruló járművel nincsen, szóval következzenek azok. Itt amúgy ebből még készültek ilyen különböző változatok, például a kis kunicé, ami egy szili plusz egy kocsi hozzá, illetve valahol volt egy tankopista icé is, az lehet lejjebb volt, itt van, ami két kocsi meg egy szili, hát ezt nem bírta el, szóval ezt így nem ajánlom, meg nagyon lagos is, mindegy, akkor építettem egy ilyen kétéltőt, jajjaj. Így. Szóval ez a kétéltű. Így néz ki. Hátul is itt a ajtaja. Itt a kereketben be lehet szállni. Bár nem itt volt egy kapcsoló. Nem, akkor csak születtem.
Jó, szóval itt néz ki belülről. Itt kinyitjuk, és akkor fel lehet menni a fülkébe. Ezzel vissza lehet zárni. Kabinvilágítás. 1-es, az a fenti ablak, ki lehessen szállni. 2-es, az a... Nem lehet tovább kizoomolni. Szóval az itt ez. A 3-as és a lelőre megy elég gyorsan. Jaj. Hogy hát ez még mindig vagy. Jaj. Egy 4-es az egy ilyen kicsit szürkésebb fényszóró. Hátul ugye vörös fény. 5-ös, abban nincs. Nem lehet, hogy itt tudnak kéne kanyarodni, de autista is nem tud. Mindegy, akkor kérjük itt. Egyenesebb terepen. Elég nyomorú volt a kanyarodik. Nekem ez a lényeg. VASD-vel van megoldva. Tudjunk előre menni, a hármas az pedig egy ilyen turbózós része. Szóval igen, 3-asat menjünk akkor ugye egy menekülő mód. Egy majd kijöttem. Így. A következő járműben egy ilyen toronyjárgány, úgy nevezte van. Így néz ki a toronyjárkány. Ugye felszállunk. 1-essel így kitolódik, és akkor hosszú lesz. 2-es az a világítás. És gyakorlatilag ennyi van, és akkor így tudunk felemelni. Hát, hogy láthatjátok, itt hátul a pisztonnál is fordul. Itt mögöttem is fordul, amikor kanyarodok. Meg elő is fordulnak a kereket, így lehet a legmegbízhatóbban fordulni vele. Jószor ez a toronyjárka. Következő építmény, legyen például. Itt voltak még külön alkatrészek, például a mozdonykorlát, ezt használtam a szöcskénél, ez nem az. Itt egy fürdőautó, hát ezt csak így gondoltam egyszer egyet, hogy mi lenne, hogyha egy fürdőkádra ráépítenénk egy járművet, és hát sikerült, nagyon visztuk jármű, mint láthatjátok. Beleülünk. 1-essel erre, kanyarodik, 2-essel erre. 3-assal előre megy, és mivel elég jó a lengéscsillapító benne, ilyenkor gyorsulásnál hátra borult, fékezésnél előre. 4-es, az pedig a világítás, csak akkor így. Akkor így lehet benne fődésködni menni. Kanyarodik. Kis járkán. Szóval ez a fürdőautó. Következő járművünk egy kamion legyen például most. Basszus. Várjátok, leteszünk a kamionot. Így. Szóval ez a kamion. Így néz ki. Pótkocsit még nem építettem hozzá, de
Tehát, hogy kompatibilis lenne hozzá, ugyanis van egy működő portkocsi fölkapcsolója, így néz ki. Mindjárt be rajtól be tudom szállni. Most jól nézett. Egyes ez a fényszóró, kettes ajtó, hármas másik ajtó, négyes ez az ilyen reflektor, ötös kürt, hatos rádió, hetes az hátul itt a kódkocsi fel is rakapcsoló, négyes más. Így is akkor tudunk vele menni, kanyarodásnál ez is indexel. Így. Ha így bekerültünk hátra, akkor másik oldalon megyünk. Szóval ez a kamion. Ez így néz ki. Ez egy nagyon pókhálós. Következő építmény. Hát ez... ezt is mondanám, ez majd UFO akar lenni, hát ez még ilyen félkész állapotában van, ugyanis már stabilizálni tudja magát a levegőbe, de menni még irányokba nagyon nem tud, meg is mutatom. Itt is egy felfelevetés. Hát ez az egy felé. És várjátok, hogy gombok biztosan megállt a levegőben. Jóval ennyiből már jó. És akkor ezekkel próbáltam kísérletezni, hogy fog tudni még menni. De ez nem nagyon működött. Így zuhanunk. Ez az UFO. Szerűség. Másik kész jármű, ami talán a viszonylag egész jó lett, az egyik a rossz kettő 60-as. Mert láthatjátok, így néz ki. Ez szerintem eléggé hasonlít az eredetire. Hátulról így néz ki. Itt tudom, hogy általában nagyobb a hátsó ablak, viszont ott helyezkedik el a motor, ugye, amit mondtam, és nem lent, pedig eredetileg lent van, lenne mindegy, és ezért van így megmondva itt az ajtó. Bár én amondó vagyok, én úgy szoktam legalábbis, hogy így ilyenkor elcsesződik a rendszer, szóval általában az ablakon behatolok. Még egy. Csak utána visszahúzom. Jó, szóval egyes, az a világítás. Kettes az a reverse lámpa. Hármas ajtó, ahogy figyeljétek én, hogy kinyílik. Ez automatában beállítva. Itt jön már a záródó hang.
és magától csukódik vissza. Ugye a záródó hangot olyankor adja ki, amikor itt van egy kis szenzor, ami ilyenkor kitolódik, és amikor érzékeli maga előtt azt a szürke blokkot, olyankor elkezdi sípoltatni a cuccot. És olyankor amúgy világítanak a lámpák, itt bezáródik. Szóval ez. Utána 4-es az az utastérvilágítás, 5-ös az a fülkevilágítás, 6-os kürt, 5-es meg már nincs. Szóval tudunk menni, kanyarodni, ebben is van index. Még nincs kezdve, hogy a motor lehetne erősebb. Így néz ki, hát így felraktam az ügyéseket erre is. Így néz ki az egész, kívülre rángatom, jövök. Így. Szóval így néz ki a busz. Ez már kicsit pókhálósabb. Így. Szóval itt helyezkedik el hátul minden, de tényleg minden. Tehát, hogy itt helyezkedik, hátul az az ajtóidőzítője, ez ugye az, tehát, hogy ez egy endes, és ez van rákotva az ajtókra, és egyszer kapnia kell az időzítőtől, egyszer pedig a kapcsolótól, és így fogja csak kinyitni, amikor odaér az időzítő, és akkor ennél, ugye, amit mondtam, hogy a szenzor az életed ennek, és úgy sípol. Aztán, ami ott megy, ami még az index szeretne lenni, illetve ez, ja, hát pont ez az. Igen. Tehát, hogy ez nem az fülkében van az ajtónyitó, hanem ez itt van hátul a motortérben, és mint láthatjátok, amikor odaér, akkor kell neki a másik jel is, és csak így fogjuk nyitni. Ez ugye a kanyarodó mechanikája, ugye ezt láthatjátok már szondánál is, de ez így működik. Hadd nyíljunk ki az ajtó, mert ki akarok menni. Így. Szóval ez az Icarus 260-as, illetve megmutattam az épülő építményemet, ez pedig majd egy, most nincs nálam, egy Sikó 560-as lesz, azt hiszem, vagy 80-as. Tudjátok, lehetett kapni ezeket a kis fém modelleket. A Sikó gyártotta, és ez egy olyan, ez egy olyan akar majd ábrázolni. Kisebb sikerekkel, ugyanis jól tudom, akkor erre már csak festést kell rakni, és gyakorlatilag kész is lesz. De nem tudom, hogy milyen festés való rá, szóval ebből lehetnek gondok. Mindegy. Ezek ugye az index lámpája, szóval ezek maradnak. Hát azt, amit lent voltak. Na majd megnézzük. Itt a vörös hátsó lámpája. Szóval mondom, ezen már csak emberteleg, hogyha jól emlékszem, akkor annyit kell csinálni, hogy lefestjük, és akkor működőképes állapotba is kerül. Üvegezni be kell majd. Sőt, nem csak festeni kell, ezt rájöttem. Szóval azért, mert beüveget fogottam, még az nem lesz kész, ugyanis még meg kell csinálni a fenti nyitót, hogy ne bagoljunk bele, amikor kiszállunk. Így. Hát rosszul volt a kicsik benne. Így is a többi helyen pedig
Narancssárga volt, fehér csíkkal, azt hiszem. Talán itt volt neki valami fehér csík. Csík! Szóval ezt így behúzzuk. Itt jön a fehér csík. Ez egy narancssárga. Nem ugrik föl, nézzétek meg. Akkor föl legyünk meg máshol. Csak lefesztjük. Ugyan már föl. Na jó, én nem szórakozok tovább. Láttam a liftet. Jaj. Azt mondom, de mindegy, tehát hogy most eddig, amikor elkezdtem építeni, akkor néztem a modellről, most ugye nincs nálam, szóval nem tudom, hogy milyen festésének kéne lenni, hát ez ilyen, aztán jó lesz. Befestjük ilyen színben minden porcikáját, aztán pedig igen. Szürkére. Az is mehet szürkére. Még az is. Az egész mehet szürkére.
Jó. Köszönöm. Elcsúsztam. Szóval, megtudtuk, hogy elcsúsztuk a festést. Nekem mi nekünk? Blokk ugyan? Nem, Ctrl box lenni. Vagy Ctrl box lenni. Kemény járányszer mennyit új látom. Oda még pont bepasszírozunk egyet, hogy várjál? Nem, nem is passzírozunk be, mert jó tudom, hogy van elég itt szabad, nem? Aha. Nem, ha nincs a lefogó, hát, így elmondjuk egy sikú. Nem kapszokkal, nem ment rá. Sikú. Igen, átérjük. És akkor már tudom a végeredményt. Így, hogy most beláthatom szinte az egészet, hogy hogy megy. Kettes kell. Egy.
Mégis ez megvett, ez jó. Várj, és melyik a lapát? Jó, valahogy index van meg minden, de miért nem jó a lapát? Na várj, ez egy olvasó kell. Mi a fene van ez, jaj? Ezt melyikbe kapcsolódik bele? Ez kicsit idegünk. Szóval, az megy azokban. Azok nincsenek semmihez kapcsolódik. De van. De nem, az nem az. Vagy az? Nem, az az ajtó. Az a három lesz, az szerintem, amelyik ment is valahova. Nézzük. Jó, beléd van kötve. Beléd van. Beléd is van. Ezek kárának nekünk. De ezek nincsenek sehova. Rosszul itt a falu. Jó. Akármilyen kapcsoló, az majd festő. Super. Szóval így van lent, így van fönt. És lassú, mint rohadt élet. Hát ezt is már tudtuk. Most csak egyet tudom, nem? Ne várj. Nem értem. Úgyis jó. És ezt nyomom. Elég. Elérjük. És elér egy sebességet, akkor elkezd mindkettő villogni, amikor kapcsolódik. Nem, akkor elkezd amúgy is mindkettő villogni. Ez a mi? Szóval nem terveztem, hogy néha hosszú lesz a videó, de ez mi? De úgy komolyan. Nem tudok, mi volt a nagyom úgy. Jó, még van idő. És mi van még erre bekötve? Ajaj. Nem, de hát... Na jó, ezt nem értem.
Hát azonnal. Nem jöttem erre, hogy mit csinál. Mindegy, jó az így. Kéne egy járgány, nem tudok közlekedni. Hogy bemutassam nektek a házamat. Igen, mert ott is van. Azt hiszem erre kell lenni, hogy benne biztos a vajon. És ebben sem vagyok biztos, hogy a fészkem. Jó, és benne vagyok, de... Menni. Na, és akkor ezzel most meg kéne próbálni, még itt átmondom. Na, mindjárt ott vagyunk. Esküszöm. Ezzel a járgánnyal meg egyikkel sem, még az életemben nem mentem el az egyszer, úgyhogy ne zavandam jövőre. Folyamatosan életcél teljesítő egyéből. Ez egy különleges ház. De elmondom, miért különleges. Ezt nem mondod komolyan. Ez van, tudjuk, hogy ez a járgánya, de nem lehet beállni. Jó, akkor így vagyunk. Volt ott itt a garázsvilágítás. Ja, és igen, mit láthatja azok itt üres a ház, illetve hát itt van egy ilyen rész, ez egy ilyen mechanikus szoba. Jó, amúgy nem, igazából, mert hát, hogy nem.
mert egyszer vannak ugye a plafonba. Part. Ez egy ilyen titkos lépcső, ezt lenyitjuk. És itt lehet kimenni. Tehát, hogy ez az ajtó, ez nem a garázs, ez egy sima ajtó. Ez egy nagyon érdekes állapotás, mint láthatjátok. Én tudom, hogy hogy működik, de működik, és az a lényeg. Ennyi, tehát hogy igazából én nem tudom, hogy, de működik, én nem is akarom firtatni tovább, működjön, tehát hogy működjön, az visszaszedik az ajtót, mert minden nem kell, itt van a lift, feljövünk, és még nem. Na de jó. Szóval az összes szobát lefívjuk, most ami konkrétan kettő, és ennyi fért el a házba. Ez tartalmaz egy fürdőt, illetve egy hálószobát. Meg is érkeztek szobáink. Ez alapból olyan világos, mint állat, szóval ezt lekapcsoljuk. Így. Szóval itt van, lehet vécézni, és akkor itt látszik volt az egész. Ez a világítás. Ez pont ez az ajtó, már ugye van. Be lehet ülni a kádba. Így. És akkor ezzel tudnánk alapból visszaküldeni a szobát. És akkor itt tudunk jönni fönt. És így néz ki. És innen tolódnak le. Itt van a hálószoba. Itt ez az ajtó. És ez a világítás. Hát ezt így próbáltam meg, így tudtam kidekorálni. Ez is fel tud menni, ugye. Már innen is le lehet írni külön-külön a szobákat. Na és akkor most vált az, hogy felküldjük őket, és akkor megyünk utána a lifttel. Meg is érkeztünk. Itt látjátok, hogy így néz ki amúgy az egész ház. Hát ez csak egy picit hálós, mert ez nagy is ugye jól el lehet ott osztani a helyeket, szóval így néznek ki. Ezek itt lemennek, logic gate-ekbe, és a PBA XLR-re több kapcsolóban, lehetről is, fentről is, meg ezt minden lehet irányítani. Ez itt külön a garázs ajtónyitó. Itt ez így lett megoldva, hogy bele lett bakoltatva, hogy ne legyen szép csúnya a garázs. Ez meg sőt néztek egy ilyen adótorot. Lassan képetek a tervezett időből, és meg lesz az egy órás videó, szóval... Szóval ezt viszonylag gyorsan meg kellene mutatni, hogy így működik, hogy itt van egy érzékelő, de kézzel is lehet nyitni. Tehát, hogy beállunk alá, és akkor ezt elmegyünk, visszahúzódik és felemelni, és amikor elmegyünk, akkor letolja, és ki. Szóval így működik. És ennyire tudom, szerintem ez a videó, ugyanis minden megmutatom. Szóval ez a videó ennyire lett volna, hogyha tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot és iratkozzatok föl. Én Levi voltam. Sziasztok!